két-három gólt lőhetünk volna, hogyha van egy kicsi szerencsénk, kaptunk egyet, igazából a végén tudtunk egyenlíteni, megint futottunk az eredmény után. Aztán a másik fél elején úgy éreztem, hogy mi dominálunk tovább. Tényleg a szurkolók is biztattak minket, és jó volt a játékunk is. Aztán kaptunk még egy gólt megint. Ez megfogott minket egy kicsit, mert szerintem addig is jobb, tehát végig jobban játszottunk. Szerintem a Debrecennek igazából volt még egy kapufája, mondjuk ezt a három helyzetet tudom kiemelni. Igazából az sem volt helyzet a 11-es. Megyünk tovább, úgy érzem, hogy Szolnokon mindenképpen nyernünk kell. Most ez az X, úgy gondolom, hogy se nem jó, se nem rossz. Igazából nem nagyon léptünk vele előre. Az egy pont az nem annyira jó, de hát megyünk tovább, aztán remélem, hogy nyerünk a következő mérkőzésen. Szeretünk volna nyerni, természetesen. Ennek ellenére büszke vagyok a csapatra, hogy mind a két bekapott gól után volt tartása és volt lelki ereje egyenlíteni. Úgyhogy nagyon-nagyon oda tették magukat a srácok, nagyon jó állapotban, és egy olyan futballt játszottak, ami abszolút az Újpestnek, a úgymond régieknek volt a névjegye, hogy igenis egy olyan látványos futball, ami ma már hál' Istennek egy kicsi eredménnyel is párosult. Remélem, hogy a következő mérkőzéseken még eredményesebbek tudunk majd lenni. Nyerni szerettünk volna, de a minimum a döntetlen volt. Elégedettek lehetünk az egy ponttal, de jobban játszottunk, mint az ellenfelünk. Több lehetőségünk volt, mint nekik. Ők gyakorlatilag három helyzetből rúgtak két gólt, nekünk ez 10 helyzetből jött össze. Tényleg játékban most is felülmúltuk a BL szereplő Debrecent, úgy gondolom. Végig szerintem egy-két periódus volt, amikor tényleg azért ők domináltak a második fél időben. De kockáztatnunk kellett, támadót kellett cserélni, talán ezért is. Úgy gondolom, hogy azért valamilyen szinten sikerült, hiszen legalább nem kaptunk ki. Egy-egy hiba még egy rutintalan védünk részéről, hogy benne van. Sajnos a Koulibaly hát nagyon-nagyon jó dominált ezen a mérkőzésen, de ennek ellenére a hibák a fiatalság miatt benne vannak a csapatban. De hogyha továbbra is ilyen futballt és ilyen akarattal, ilyen lelkesedéssel fogunk játszani, a közönség így fog bennünket támogatni az utolsó pillanatig, akkor hiszem azt, hogy még ebben az évben is sok öröme lesz még a szurkolóknak és a csapatnak is természetesen. Azt érzem, hogy töltelik a játékot akárkivel játszunk. Tehát látják, hogy ügyes, gyors, pengés, pörgős játékosokból áll ez a csapat. Kivétel nélkül talán egy-két ember, akinek nem az az erőssége, de támadásokra azt mondom, hogy tényleg Balogh Balázs, én is, ha játszik Balajt Ádám, vagy aki játszik. Igazából úgy gondolom, hogy tényleg egy nagyon gyors, pörgős csapat vagyunk. És ezt biztos, hogy ez 100% edzőutasítás, hogy tördeljék a játékot, hiszen ezzel tudnak időt nyerni, tért, és ezzel nem tudunk úgy felpörögni. Szerintem ez többságával kellett volna a mai mérkőzésen is a bírónak büntetnie. Úgy gondolom, hogy ez nem elfogultságból, de a bal hátvéd szerintem már 10 perc után ki kellett volna állítani. Tehát kezelt, ott is többször elvittem mellette. Nem tudok mit mondani erre. A bajnokság ezen szakaszán már minden pont nagyon fontos nekünk, mivel a helyezésünk nem a legjobb. Kellenek a pontok, itthon játszottunk és nyernünk kellett volna, de ilyen a futball. Hát Akjuperát mindenképpen meg kell említsem, ha már itt Koulibaly nevét megemlítettem, hogy a két góljával döntően befolyásolta, és eddig is tudtam, hogy egy nagyszerű játékosról van szó, aki nagyon értékes csapattaggá nőtte ki magát itt az utóbbi hetekben, de egy csatárt a gólja azért mindig minősít, és most azért abszolút ilyen tekintetben is letette a névjegyét, úgyhogy ő abszolút kiemelkedőt nyújtott, de azt hiszem, hogy csapatként voltunk most nagyon-nagyon erősek, és nagyon kisegítették egymást a játékosok, mert azért lélektanilag már megint kétszer fölállni, azért ez egy nagyon nagy dolog, főleg a jelen helyzetünkben, amikor is a Ferencváros ellen is egy jó mérkőzést játszva, de nem tudtunk pontot szerezni, pontokat, úgyhogy most éppen ezért ennek az egy pontnak is meg kell becsülni, de természetesen tovább kell kőkeményen dolgozni, hogy jöjjenek a sikerek.